Gödöllőváros népi zenekara zenél a Szadai borversenyen és Borbálon március 1-én. Immáron 11. éve rendezik meg Szadán a borversenyt és Borbált. A megméretetés szervezője a Szadai Kiskert Tulajdonos és Szőlészeti Borászati Egyesület. A borversenyre a környező településekről is érkeztek. A Magyarodi Hegyközség hegybírája évek óta a zsűri elnöke a Szadai borversenyen, amelyen elsősorban helyi borászok vesznek részt. Egy részük az szőlővel is rendelkezik, egy részük pedig vásárolja a szőlőt. Általában Magyaródról szoktak vásárolni, de van, aki Gyöngyösről is, tehát a Gyöngyösi Hegyközség területéről szokott vásárolni borokat. Amikor zsűrizik önök a borokat, akkor milyen szempontokat vesznek figyelembe? Igen, hát mi a Magyaródi Hegyközségnek van egy szabályzata, az alapján dolgozunk. Itt megnézzük az illatot, a tisztaságot, a színét, az össz és aroma anyagokat és egy összbenyomással bíráljuk el a borokat. Milyen fajta borokat hoztak idén vizsgálatra? Igen, hát a fehér borok közül olasz Riesling volt, Chardonnay, akkor Zenit, Zephyr és vegyes küvélyé borok voltak. A vörösök közül Zweiget, kékfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon és küvélyé borok voltak. Összesen 59 tétel szerepelt a Szadai borversenyen, közülük 34 fehér bor, 22 vörös bor és 3 rozé volt. Idézőben a legkisebb eredményt az oklevéllel honoráljuk. Következő a bronz fokozat, utána az ezüst, arany fokozat, és van nagy aranyérem, de hát az nem érték el az itteni borok. Úgyhogy aranyérmes borok voltak szépen, mind a fehér, mind a vörös kategóriában, és számos ezüst bor és bronz volt. Viszonylag kevés olyan tétel volt, ami nem ütötte meg a mértéket. Akkor előfordult olyan is, ami esetleg nem került díjazásra? Hát oklevelet kapott, tehát a bronz minimális értéket nem érték el. Tehát ez egy kicsit gyengébbek sikeredettek. Véleménye szerint mi a jövője a magyar boroknak? Hát szépen fejlődtünk az utóbbi ugye 20 évben, fokozatosan utolértük a nyugati színvonalat, mint technológiában, minőségben is, és nagyon szép eredményeket érünk el a nyugati borversenyeken. Tehát kiváló boraink vannak. Reméljük, hogy a nyugatiak is ugyanilyen színvonalon el is ismerik ezt. Sajnos a nyugati áruházokban azért a polcokon még ezt nem igen lehet észrevenni, mert inkább az alsó, illetve a középső polcokig tudtunk fölfele menni. A legfelső foltokon nagyon ritkán szerepelnek a boraink. Reméljük, hogy a következő időszakban marketinggel ez a lehetőségünk természetesen meg lesz. A Szadai Kiskert Tulajdonos és Szőlészeti Borászati Egyesületnek 28 tagja van, akik borversenyeken is rendszeresen részt vesznek. Minden évben van borverseny, borváló, minden hónapban van gyűlésünk, taggyűlésünk, megbeszéljük a teendőket, illetve nem csak borral foglalkozunk, gyümölcs. Szadai Kiskert Tulajdonos, a Szőlészeti Borászati Egyesület, Kiskert Tulajdonos, abban beletartozik a gyümölcsfa is. És akkor, ami éppen a gyümölcsfával kerttel vonatkozik, az mindenben tudunk róla beszélgetni. Előadóink vannak, és akkor, ha igénylik, akkor van bemutató is. Milyen bemutatók vannak, vagy milyen előadás? Gyakorlati meccés, permetezés, művelés, a szőlművelésről, nem csak szőlő, gyümölcsfa, illetve még burgonyáról is tudunk beszélgetni, illetve virágokról. A mostani borbálon több mint 110 vendég szórakozott. Én azt mondom, hogy ha ezen a szinten tudunk maradni, akkor már nagyon jó ebben a rohanó világban, ha elértünk egy
szintet. De mindig az ember kíváncsi, hogy tud-e többet. Próbálunk tovább jutni, tovább fejlődni. Kell is, hogy fejlődjünk, máskülönben egy szinten van az ember. De ez a lényeg, hogy mindig kell fejlődni. A szadai önkormányzat is elismeri a Szőlészeti és Borászati Egyesület tevékenységét. A Szőlészeti Borászati Egyesületünk most már több mint 10 éves múltra tekint vissza, és az egyik legaktívabb civil szervezete Szadának. Szadáról tudni kell, hogy a gyümölcs és szőlőkultúrája több évszázadra tekint vissza, és sajnos az elmúlt évtizedek azok hát eléggé lepusztították, most kezd egy kicsit föltámadni. Ez az egyesület nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy ez a szőlészeti, borászati kultúra ez föltámadjon itt a környéken. Most milyen támogatásra készül az önkormányzat, hogyan tudja őket segíteni? Hát miután úgy látjuk, hogy ez az egyesület elég aktív, és az egész környéken nagyon jó kapcsolatokat épít a környékbeli hasonló profilú civil szervezetekkel, most eljutottunk odáig, hogy az egyesület számára valamilyen állandó, stabil hátteret, egy olyan épületet kellene biztosítani, ahol ezt az egyesületi életüket zavartalanul élhetik. Úgyhogy találtunk is egy önkormányzati ingatlant, és most tárgyalunk velük arról, hogy az egyesület milyen módon, hogyan tudná ezt hasznosítani. Nagyon jól állnak hozzá. Tehát rengeteg társadalmi munkát ajánlottak föl hozzá. Mi pedig most éppen a bevezetőmben említettem, hogy az önkormányzatnál ez a képviselői alap tulajdonképpen a civil szervezetekre és az egyéb hát közhasznú tevékenységekre szolgál, ezek támogatására szolgál, és ebből biztosítani fogjuk az anyagi hátteret, hogy a társadalmi munkájukkal kiegészülve ez az épület, ez valóban az egyesületi életet szolgálja továbbiakban. A vörösbor, a fehérbor és a rozé kategóriában is Rimitin István nyerte meg a szadai borversenyt. A tombola főnyereménye egy wellness üdülés volt. A jó hangulatról Weisz János együttese gondoskodott. Haragszik a kis angyalom, hogy vége nem is soha. Nem baj, ha haragszik, majd meg végül, már kifogok el. Zsivajnak szeretem egy kis. Baj, ha haragszik, majd meg végül, már kifogok el. Három kis láncszerezi, kis sorsgyalom, de nem kell nékem igézni, sokat